Beszélnek ugye minőségi kommunikációról. A keresztények közötti minőségi kommunikáció az Isten igényére, a Biblia. Olyan nagy áldás, amikor ünnepkor is, a családban, nem csak vallásos módon, hanem közvetlenül, személyes módon lehet beszélni Isten igényéről. Áldás volt számomra, amikor végighallgatom a testvéreimnek, 30 éve némelyiket ismertem, a bizonyságtevéseiket. Ezeknek a hallgatása úgy feltöltött engem, hogy a sokkal jobban sikerült az ünnepem, mint az előző évben. És megvagyok róla, hogy ahogy hallgattam őket, akkor ö, 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 töltötte föl a, a szellememet. Miért? Mert olyan dolgokról beszéltek, amely az Istenek a munkáját a, a tükrözte, Istenek a szellemét szabadította föl. És meg, ha nem tanulsz meg Isten igéje szerint beszélni, nem tudod kiépíteni a feleségeddel való közösségben a Szentlélek jelenlétét. Ha állandóan a hülyeségről beszélsz, értéktelen dolgokról, akkor a kapcsolatotok értéktelenné válik. A szó, a beszéd, az meghatározza a kapcsolatnak a minőségét.